Na, hát nem fogjátok elhinni, mi történt. Ugye az előző fél órában nagyon belaggult a játék, és abba kellett hagynom a videót, hogy megnézzem, mi történik. Hát jött új frissítés a Civilizationhöz. Kapott egy új patchet. Most már jön egy új civilizáció a lengyelek személyében. Ezt egyébként egy hölgy fogja vezetni őket. Még nem is olvastam el, mert siettem vissza. Jött egy rakás újdonság a játékba, új térkép, és egy csomó hibajavítás, majdnem egy oldalnyi hibajavítás. Hát reméljük, hogy a fontosabb javítások is közte lesznek, és lehet, hogy tudjuk majd folytatni a germán hadjáratot. Úgyhogy nagyon fölpörögtem itt a hír hallatán. Hát majd meglátjuk. De már indítottam a játékot, már szembe jött az első bug, úgyhogy annyira ne bizakodjunk, de biztos jobb lesz. Most a vallási egységek elvileg most már tudnak gyógyulni bárhol. Ugye meglátjuk. Csak gyorsan végigolvastam az újításokat, hogy annyira gyorsan, hogy már el is felejtettem, mik voltak közte. És azt is elfelejtettem, hogy mit szeretnék én itt csinálni. Megadjunk egy löketet. Jobban néz ki. El is vették Karthágót. Kinek ennyi ez a Karthágó? Jöjjük vissza. Itt elkészült a kampusz. Ugye volt egy ilyen városállam küldetésem. Nem sokára elfogy a ház. Ez plusz 6-os. De csak. Stockholm a miénk. Itt van két töltet, itt meg még egy. És ezekkel ezt a Bergent el tudnánk hódítani. Szerintem. Igen, és most már itt már tud gyógyulni. Bármilyen mezőn a vallási egység tud gyógyulni, megjelent itt neki egy gomb. Azért elmegyek arról a bányáról. Már van ültetvény elvileg. Na, kérem az információs ablakot. Igen, itt az ültetvény. Itt el leszek rajta. Gyógyulgass se. És most már, hogyha elaltatjuk az egységet, akkor föl fog ébredni automatikusan, hogyha valamilyen inger éri, tehát lát mondjuk ellenséget a közelben, vagy ilyesmi. Ez is az újítás között volt. És így lehet, hogy fokozatosan eszembe jutnak azért a dolgok. Igen, most neki nem is kéne oda menni a vallási negyedhez gyógyulni, mert most már bárhol tudok gyógyulni. Na, és megtámadták az apostolomat. Egy apostolra. Nem, egy inkvizitor támadta meg.
Most ez a protestáns inkvizitor mit keres itt? Mert ez egy katolikus város. Innen idáig eljött volna. Csak azt tudom elképzelni. Na tehát te vagy a harci csávó, te gyógyulj meg. Pedig a zarándok, azt hiszem, így van. És van három töltetet. Szórjuk meg az utolsó városát. Ami a csőn kifér. Nem biztos, hogy elég lesz. Föl kell áldoznom egyik bányámat. Ezt fogom szerintem. Ja. A ház érdekében. Ezt javítsuk meg. Jó, már megjavítottam. Ezt szerettem volna beépíteni. Na, meg lesz. Egyszer. Na, még egyet. Azaz. Csak most meg rámozog. Köszi. Lesz három farm. Egy töltet, két töltet. És ide esetleg mehet majd a harmadik. Meg is veszem azokat a mezőket. Építőt, elég sok építeni való lett hirtelen. Jó. Igen, és itt ez a riadó, tehát elmegy védekezni, de fölébred ebből az állapotból, hogyha valamilyen ellenséges mozgást észlel. Ez tök jó. Na, ez kellett a játékba szerintem. Protestáns nyomás alatt van. Nem is értem miért.
Na, misszionáros. De igazából ez egy mártír is egyben, tehát ha elnyom a tölteteket, pontosabban hagyok egy töltetet, és megölik, mondjuk az Inquisitor megölni, akkor csinál nekem egy relikviát. Alakúkat. Íres személy. Na, ez is kapott egy ilyen kis ikont, most nézem. Hát szedjük. Szedjük össze. Na, megvan a katolikus. Kicsit erősítsük meg, jó. És ide el tudna menni festegetni. Meg oda is. A festegessünk. Csinál két portrét, meg egy freskót. Ez egy freskó. Ezt ide be is rakta. Tudod, mehetsz a vízre. És meghalt. Meghalt. És ez a relikviát kaptuk cserébe. Itt is van. Mi van itt? I only understand friendship or scorched earth. Hát ezek nem kellenek nekem. És itt lóval az aszték is. És a balettra nyomult rá. Lehet, hogy ezt szeretném megépíteni. Ez tök jó. Turizmus. Broadway, Cristo Redentor. Ezek is jók.
Hát ez mindjárt meg lesz. Úgyhogy nyomassuk bele a pontokat. Két követ. Itt azokat még félreteszem. Igen, meghalt az apostol is, az adott neki egy kis vallási előnyt. De ezt egy misszionárussal ellensúlyoztuk. És tudsz-e még való festegetni ilyen szép dolgokat? Hát akkor esetleg, hogyha ezt a freskót átviszik a katedrálisba. Nem is mozgattam, miről beszélsz. Ja. Csak a jövőbe figyelmeztet rá. Vagy pedig magába, Ravennába viszem el. Ravennai katedrálisba. Hát az nem is értem, hogy... Ja, már csak portrét tud csinálni. Aha, jó. Tiszta sor. Csak portrét. Hát a portrét meg csak ide tudom rakni. De, ezt átrakom ide. Jó lesz ez. És ide be tudom rakni a portrét. Aha. Nem? Aha. Bizony. Ezt cseréljük le. És ide építek egy farmot, akkor meg fognak erősödni ezek a területek. Összedolgoznak a farmok. Hogy állunk turizmussal? Szerintem jobban fog haladni. Igaz gyöngyöt biztos el tudnánk adni. Szerintem nem sokára megkeresnek mindenféle ajánlatokkal. Hágia Szófiát elkezdte építeni. Hát, ez kicsit elkésett vele szerintem. Hát már nálunk 4 körúval lesz kész, csak azért. Hogy rátettem a csátalóra. Hú, már 500 aranyagy építőegység. Igazi rablás. Erről le kell szokjak most már, hogy ezeket vásárolgatom. Egy kör alatt le tudnám gyártani, és inkább helyett a kiadtam 500 aranyat. Na itt a poltré.
Itt elég reménytelen, hogy összehozzak egy téma bónuszt ebből. Nem sokára lehet régészeti leleteket is berakni ide. Megírhatnánk mondjuk még néhány könyvet. Jó, lesz itt könyv nem sokára. Híres személy ismét. Na, megjött a mérnök, ugye ez egy városállam küldetéshez kell. És ezzel a csodát hamar be tudjuk fejezni. Gyere csak. 480 pont egy csodához. Ó, és itt vannak az ütős csodák, igen. Ez kéne. Ez bizony. Csak nem itt. Már a mérnök az nagyon messze van tőle, és ő mennyi pont? Azt mondja, hogy ennek a harmadát ledolgozná a mérnök úr. És egy lakónegyedet, mert nagyon jó. Na és ezt a gabonát, ezt a szarvast, meg ezt a rist. Innek itt kéne kapálnom. Mivel nem tudom megművelni ezeket a földeket. Úgyhogy ezt kidolgozzuk onnan. Adni fog lakost. Lesz itt egy szép kövér városom. És hát már a város nélet is tudok építeni. Aha. Jó pofa lesz. Ezt nem akarom meggyorsítani. Viszont ha kész lesz a Hagia Sophia két kör múlva, akkor lehet, hogy itt belefogok még egy építkezésbe. Az úgy adja magát. Fel a kaja. Csak termelési pont nem lesz itt. És itt igen, a sok kaja az veszélyes, mert főleg, hogy a sok házunk is van hozzá. Ha nem tudunk nekik elég emenítet adni, akkor baj lesz. Úgyhogy nem biztos, hogy nekem kell ez a csatorna. Nem biztos. Termelési pont kéne nekem, és az az iparnegyed, az tökéletes lenne. Ehhez. Ide beraknám a sivatagra, a bánya mellé. De teljesen jó lenne. Viszont ennyi fért bele sajnos. El fog ejteni a láncsádat. Mondom.
szokásos problémája. És jönnek is a hittérítők. Lesz itt buli rendesen. Megvennéd? Köszönöm. Én megpróbálok holnap is jönni részekkel. Ugye holnap. Aha. Ja, és majd a hétközben is. Na. Remélem azért szórakoztató volt. Ugye volt egy kis fennakadás, de sikerült túllépni rajta. Hát majd jelentkezek akkor. Ciao.